hetedik című filmről fogunk beszélni, David Fincher talán legelső filmjéről, nagyon korai filmjéről. Amikor kimondjuk a film címét, hogy hetedik, valami olyan súllyal nehezedik rám az egész filmvilága, annak ellenére, hogy nem ezt a nyomasztó világot képileg nem a sötét, meg az eső, meg a nem. Az eső az van, de nem egy sötét város, mint a Szárnyvadászban. Olyan brilliáns technikai újításokat használtak a film előállításánál, az operatőri munkáknál, ami egy nem egy éjszakai város, de ugyanolyan nyomasztó, mint a Szárnyvadász város. És itt nem is, nincs is neve a városnak, ez nem Los Angeles, egy névtelen város, egy állítólag New York City-ben játszódik. De nem kapsz olyan képeket, amiből ráismersz, hogy nézd már melyik felhőkarcoló vagy a Central Park. Itt azt írják, hogy New York, legalábbis a port.hu-n azt írják, hogy New York. Egyébként azóta utána néztem, nem ez volt az első filmje Finchernek, mert hogy az Aliennek a harmadik részét azt előbb rendezte. És milyen jó az Alien harmadik része. Na jó, de a hetedik. A bolygó neve, nem a bocsa, a lépcső megoldása, mennyire jó. Na jó, de a hetedik. Hát ez a film, ez tényleg minden idők egyik legjobb filmje. Ezt így kimerem jelenteni egészen konkrétan. Brad Pitt, itt egy... Szintén Morgan Freeman. A kis szexszimbólum Brad Pitt 95-ben egy akkorát robbantott, tehát a Robival beszéltünk kinn a szünetben, hogy Brad Pitt amilyen pofát tud itt vágni a zárójelenetbe, ahogyan 5-6 féle érzést pár másodperces képereig meg tud jeleníteni, az csak ahhoz mérhető, vagy még annál is jobb, amit Harrison Ford a Szájnsajvadász végén művel, ahogyan az egyik renitens replikánsnak az életét figyeli, most direkt úgy mondom, hogy ne lőjünk le semmit. Érdemes megemlíteni egyébként Kevin Spacey-t is, aki a John Doe szerepében tündököl a vásznon. Kevin Spacey szerintem Hollywood egyik legjobb. Hát ebben a szerepében is egészen kiváló. Egy mellékszerepről van szó, ugyanis csak a film végén tűnik fel. Ő az, aki ezeket a nagyon brutális gyilkosságokat elköveti, a 7 főbűnt 7 gyilkossággal torolja meg, és ezek a gyilkosságok azok, amelyeknek a nyomán eljutunk a brutális végkifejlethez, amelyet nem fogunk a ti számotokra lelőni, hanem majd nézzétek végig ti magatok, nem fogjátok igazán elhinni, annyira kemény. A prédikációk vezetésre ösztönöztek. Ez a két gyilkosság viszont kényszerű bűnbánat. Kényszerű micsoda? Bűnbánat. Amikor bánod a bűneidet, de nem azért, mert szereted Istent. Hanem mert valaki egy pisztolyt szorít a fejedhez. Nincs új lenyomat. Nincs. Az áldozatoknak semmi közük egymáshoz. Semmi. És nincsenek tanúk egyik esetben sem. Épp ezt nem értem. Mert a faszinak valahogy távoznia kellett. Egy nagyvárosban mindenki csak is a maga dolgával törődik. A nőknek azt tanítjuk, nemi erőszak esetén sose kiáltsanak segítségért. Kiáltsák azt, tűz van. Senki se rohan oda segíteni. Ha tűz van, akkor rohannak. Átkozott baromság. Nem, ez így van. Annyira sötét képet fest a valóságról ez a film. Annyira sötét. Azt kell tudni, hogy a filmnek a leges legelejét, egy hét történései, tehát gyakorlatilag egy hét alatt zajlik le a film cselekménye, az első naptól a hetedikig, ugye? És ez alatt a hét nap alatt gyakorlatilag a nap nem süt ki, tehát egész végig esik, ha nem esik, akkor teljesen borult, és olyan sötét mindvégig, a fényképezése is az egésznek egy olyan rettentő sötét és nyomasztó közegben zajlik, és csak az utolsó, a legutolsó jelenetben süt ki a nap. A legeslegutolsó jelenetben, ahol a borzalmak végső körébe érkezünk. Ez egy mélységes alászállás ez a film. Olyan mélyre, hogy nem is sejtjük mennyire. Igazából. Talán az angyal szív jut eszembe, az a pokoljárás szerű sztori vezetés. És igazából a filmnek az egyik erejét az adja, hogy két nyomozónk van, nem egy. Teljesen eltérő figurák. Olyannyira teljesen eltérő figurák, hogy a Brad Pittnek ez az első ügye, tehát Morgan David Mills nyomozónak, akit a Brad Pitt játszik, ez az első ügye, és a Somersetnek, William Somersetnek, akit pedig a Morgan Freeman játszik, ez pedig az utolsó ügye. Tehát egy de zöld, nem csak ez köztük a különbség. Egy zöldfülű és egy nyugdíjazásra váró öreg. Egy ösztönös kemény csávó, akinek a kulturális referenciája a Csillagok háború és a Bárányok hallgatnak, és akit Morgan Freeman alakít, az pedig egy nagyon okos, nagyon művel, nagyon intelligens, bölcs rendező,
bűnöző, és mind a kettőre szükség van a bűntény megoldásához. És végig azon drukkolsz, hogy ez a két egymásra fújó ellentétes figura képes-e összefogni, és képes-e az öreg átadni a tudását a fiatalabbnak, vagy pedig ennek az egész ügynek és ennek az egész városnak el kell buknia. A bűntény megoldásához, hát éppen, hogy az a legsúlyosabb, azért egy brilliáns film ez, mert szó nincsen arról, hogy megoldanák a bűntényt. Föl nem merül ilyesmi, hogy megoldanák. Sőt, eloszlatja a fejedben azt az illúziót is, hogy egyáltalán létezik-e ilyen, hogy egy bűntényt megoldani. Hogy van-e ilyen? Nincsen, szó nincsen ilyesmiről, hogy megoldják a bűntényt. A bűntény oldja meg őket. Sokkal inkább erről van szó. Komolyan gondoltad, amit Mrs. Goodnak mondtál? Hogy elkapod a fickót? Igen. Bár én is még mindig így gondolnám. Akkor áruld el, szerinted mi a fenét csinálunk? Összeszedjük a darabkákat. Begyűjtjük az összes bizonyítékot, meg a fotókat, a mintákat. Mindent leírunk szépen, hogy mikor mi történt. Ez minden? Ez minden. Szépen rendbe rakjuk az egészet, és eltesszük az irattárba. Reméljük, hogy majd felhasználják a bíróságon. Kénycseket gyűjtünk egy lakatlan szigeten, arra az esetre, ha véletlenül megmentenének. Baromság. A legígéretesebb nyomok is csak újabb nyomokhoz vezetnek. És hány hullát kaparnak el megtorlatlanul? Ne akard azt mondani, hogy nem izgatott ez a dolog ma éjjel. Láttalak. Jó irányba haladunk. Jó irányba, persze, jó irányba. Majd meglátod a végén, milyen jó irányba haladsz, ilyen gyerek. Nem, itt ez tényleg, ez ennyire beteg filmet, én még az életemben nem láttam, komolyan mondom, mint a hetedik. Tehát ennyire ilyen brutálisan nyomasztó gyilkosságok sorozatát, hát az egyik gyilkosság brutálisabb, mint a másik, hát az embereket a dagadtat telezabáltatja, aztán szétrúgja, hogy kipukkadjon. A kurvát azt egy olyan ilyen penge alakú műbránerrel dugatja szét, hogy szét a testét széttrancsírozza. A modellnek annak levágja az orrát, és az egyik kezébe mérget ragaszt, a másikba telefonkagylót. Tehát ahogy Robi itt ismertette, ez nem a remény rabjai, tehát itt nincs remény. Ez nincs remény. 12 év alatt. Csak rabság van, csak rabság. Ezt nem ajánljuk 12 év alatt, se 14 alatt, se nem tudom. Ez a film konkrétan a thriller műfaját alapvetően újította meg. És miért? Mert egyrészt misztikus thriller, másrészt pedig és suspense thrillernek nevezik, tehát ez a meglepetés thriller, és nem csak a végén van csavar, hanem folyamatosan meglepetést kapsz. De nem csak olyan meglepetést kapsz, hogy hoppá, tehát akkor ő az a, nem ő volt végig, hoho, ő volt? Kezdem összerakni, kitalálni? Hoppá, akkor most a végig ő volt az, aki nem ő volt, hanem nem ilyen módon csavar meg, hanem erkölcsileg csavar meg. Tehát, hogy így végig azt hittem, hogy ő a jó és ő a rossz, és a végén kiderül, hogy nem is ő volt meg, tehát nagyon-nagyon igyekszünk, nagyon-nagyon törekszünk, hogy ne lőjük le a poént. A számotokra nem vagyunk hajlandóak. Egy valami biztos, hogy ne hamarkodjátok el az erkölcsi ítéletet a film vége előtt. A film nem adagolja a filozófiát, ahogy a szányos fejvadász, viszont hogyha mögé nézel, akkor még a szányos fejvadásznál is komplexebb kultúrtörténeti hivatkozásai vannak, míg a remény rabjaiban semmiféle ilyen nincs. A szányos fejvadász az alapvető mítoszokkal operál. A hetedik látszólag egy krimi, egy thriller, és közben folyamatosan olyan művekre hivatkoznak, olyan műveket kell használni operatívan a nyomozás során. Tehát de azzal se jutnak ám semmire. Nem csillogni velük, de azért az Morgan Freeman által alakított nyomozó folyamatosan előrelép, mert ő még ismeri Milton, Shakespeare-t, az isteni színjátékot, Aquinoi, Szent Tamás, Chaucer, Dante, Sade Marquis-t, ami már semmit nem mond az ifjú nyomozónak, és ez tökéletesen mutatja, ahogyan a negatív, a morális pánik olvasata szerint a társadalmunk halad a teljes szétesés felé, ahogy a hagyományos műveltség értéke semmivé válik, és a várost elönti a bűn. És akkor jön egy ember, aki hősnek gondolja magát, és aki megbünteti a bűnös várost. Pedig egy pszichopatának gondoljuk. És annyira okosan és nyugodtan érvel mellette Kevin Spacey képében, Kevin Spacey titokzatos mosolyával, Kevin Spacey intelligenciájával, hogy nagyon kell figyelned, hogy ne kerülj a hatása alá, és ne adj igazat neki, hogy igen, nincs más választás. És a hetedikben az a nagyon erős,
anélkül, hogy lelőnénk a végét, hogy nem hagy választást, gyakorlatilag nincs jó út, tehát egy gigantikus gépezetté áll össze a sorozatgyilkosságnak a rendszere, ami bedarál mindenkit, és nagyon, nagyon nehéz bármiféle kiutat látni, vagy vélni. Ők a rendszeren belül azért mégiscsak majdnem találnak valamiféle megoldást erre, de csak úgy, hogy megszegik a játékszabályokat, ugye az alapján, az FBI dokumentum alapján, amihez ők hivatalosan nem is juthattak volna hozzá. Tehát ők tulajdonképpen azokkal az eszközökkel, amely eszközökkel ők legálisan rendelkeznek, soha nem is tudták volna kézre keríteni, nem hogy kézre keríteni, egyáltalán megnevezni sem, tehát beazonosítani sem a sorozatgyilkosságok elkövetőit. Akkor, amikor pedig a nyomára jutnak, akkor válik az ő sorsuk is tulajdonképpen, hát egyszer is mindenkorra megpecsételté. És nevetséges bábokká válnak, ahogyan John Doe, a sorozatgyilkos elmondja, hogy nevetséges beteg bábok vagyunk, és milyen kis színpadon táncolunk. Mi ennek a filmnek a legnagyobb erénye? Az én számomra a legnagyobb erénye a filmnek az, hogy ezt a John Doe-t, ezt a sorozatgyilkost, ezt a film elejétől majdnem a legvégéig egy pszichopata állatnak gondoljuk. Hát úgy gondolunk, és a nyomozók rá, is. Úgy gondolunk rá, mint egy ilyen valóban pszichopata állat. És ez a gyengesége az ilyen pszichopata sorozatgyilkos filmeknek, hogy először megrettensz tőle, beleborzong, de aztán egy idő után ilyen közönösen nézett, hogy igen, ez a szokásos pszichopata, hát mit lehet rajta gondolkodni, kész pszichopata? Na, itt a film végén nagyon felül fogod vizsgálni ezt, amit gondolsz. Hát, hogy mondjam, akkora erkölcsi győztese lesz a film végén a John Doe ennek az egész sztorinak. Tehát, hogy megistenül a gonosz. Annyira sötét ez a film, hogy annál nincs is sokkal az én számomra elképzelhetően sötétebb film. Tehát, hogy ehhez képest a Szárnyas fejvadász az egy remény rabjai. De komolyan. Ezzel egyetértek, és ez számomra egy hátrány a hetedikkel kapcsolatban. Ugyanis? Azért a Morgan Freeman által alakított nyomozó itt egy lehetséges cselekvési morális mintát ad, de hát ő meg az öreg nyomozó, akinek ez az utolsó hete, ő eltűnik, és vele együtt eltűnik egy világ, és ő adja a reményt egyedül a filmbe. Ez elég sötét. A film végén azt mondja, hogy itt leszek a közelben. Igen? Kérdezik, hogy is hol lesz. Mondja, hogy itt leszek a közelben. Valamiféle szellem. Mint egy horrorfilm végén a szörny, ami tudod, hogy visszajön. Ja, Istenem, de jó, de az a... de tényleg, ez, azt kell, hogy mondjam, hogy ezután a film után már nem lenne értelmes sorozat gyilkosos filmeket csinálni, mert hogy ez szerintem ez így lezárja ezt a műfajt. Így köszi szépen, ezután már így, ezt így talán ezt nehéz überelni. Ezt nem lehet überelni, igazából. És az a durva benne, hogy ez nem egy bűnügyi film. A bűnügyi storyline az csak egy keretet ad ennek. Ez egy mélységes erkölcsi dráma. Jó, hát Dürrenmatt már megölte a bűnügyi sztorit, mind olyat, tehát ő már eltemette, és amit kaptok a filmből, az ami valami iszonyatosan igényes vizualitás, tehát ezek a gyomorforgató gyilkosságok valami olyan esztétizálva vannak tálalva, és nem véletlenül, mert a gyilkos szándékosan esztétizálja őket. Itt nem egy öncélű esztétizálását kapjátok az erőszaknak. Ezek a gyilkosságok, ezek mind egy-egy brutális műalkotás. Igazából. Tehát már Greenövéi magasságokba emeli. Mintha a bűn ünnepe lenne minden egyes gyilkosság. Tehát minden egyes nap, amely a hétből eltelik, egy-egy bűnnek a megtorlása, és egy-egy bűnnek a lezárása. Az elemésztése, és a teljes és végső lezárása. Ezzel gyakorlatilag lezár egy kört. És ez olyan, mint egy ilyen spirális alászállás ez a film. És a legvégén, a legvégső jelenet a pokol. Az egyetlen olyan jelenet, ahol a nap süt a celluloid szalagon. Érdekes, hogy jeleztük, hogy sokkal több kultúrtörténeti, művödéstörténeti utalást kapunk a hetedikben, mint mondjuk a Szárnyas fejvadászban, mégse tud annyi filozófiát beleadagolni, viszont annyi fordulatot kaptok, tehát gyakorlatilag a hetediknél sokkal jobban rámentek a szórakoztatásra, a nem pejoratív, tehát a pozitív értelmében. Ez egy iszonyatosan szórakoztató film. Szóval hová megyünk? Majd meglátja. Nem egyszerűen két hulláról van szó, igaz, John? Az nem lenne elég falrengető. Gondolnia kell a sajtóra is, mi? Hogy az emberek odafigyeljenek, ma már nem elég megveregetni a vállukat. Oda kell csapni a nagy kalapáccsal. Akkor végre komolyan odafigyelnek. Csak egy kérdés.
mi olyan különleges magában, hogy odafigyeljenek? Bennem semmi. Én sosem voltam kivételes. Bár ez most, amit csinálok, a munkám. A munkája? Igen. Tudja, én nem látok benne semmi különöset, John. Ez nem igaz. Dehogy nem. És a mókás az, hogy bármit tett, 2 hónap múlva senkit nem érdekel, majd szarnak rá, és tökéletesen elfelejtik. Még nem képes átlátni az egészet, de ha meg lesz majd, ha elvégeztem, akkor majd az emberek nem is lesznek képesek felfogni, de nem is vehetik semmibe. Te értesz ebből egyetlen szót is? Ami pedig a tervét illeti, John. Alig várom, hogy átlássa, komolyan. Tényleg nem lesz akármi. Tudja mit, majd odaállok maga mellé. És ha megtörténik a nagy csoda, feltétlenül figyelmeztessen. Nem szeretnék lemaradni. Ne aggódjon. Nem fog. Nem marad le semmiről. Bizony nem marad le semmiről, szerencsétlen, hogy fölényeskedik, nem? Annyira nyomorult. Pedig már el van végezve jóformán a meló. Azon gondolkodtam, hogy csak azért bassza fel az agyát a kocsiba, ugye iszonyatosan nyugodt végig, hogy kiugrassz a nyulat a bokorból, vagy ott tényleg ő is a saját érzelmének hatása alá kerül. Nem tudom. Ördögi figura, Kevin Spacey nélkül ez a film a felét semmi, nem érné. Igen. A felét nem érné, mert hogy így meg kell testesíteni, meg kell személyesíteni ezt a figurát. Tehát, hogy ezt a... Van egy film, amiről szerintem Robival karakter. Biztos, hogy fogunk beszélni, az űrzavar című film, kevesebben ismerik, mint a 7. ott Kevin Spacey megmutatja azt a bűnös várost, azt a cinizmust, azt a nihilt, ami fölött ő itt az által alakított figura ítélkezik. Hányast adsz a 7. című filmre? 9. Hát én sem mernék 9-esnél kevesebbet adni, ez egy brutális 9-es. Egy nagyon-nagyon erős felkiáltójel a filmművészetnek a nagykönyvében, én úgy vélem.